Édesanyámtól talán az volt a legfontosabb. Sosem volt szájbarágos, sosem volt erőszakos, de amit megtanultunk tőle, az a magyar néptánc, magyar népművészetnek a feltétlen szeretete. És az az erő, az a testi, fizikai és szellemi érték, ami ebben a táncban, ebben a művészetben benne van. Táncolni gyakorlatilag mindenki tud, és ha nem is ügyes, ha akar és gyakorol, nagyon tud fejlődni. De vannak emberek, vannak gyerekek, akik a táncra termettek. És ha ők megmozdulnak, akkor a kislegényben is férfias mozdulatot látunk, egy kislányban is az elegancia, a szépség. És ez az, ami minden embernek az értéke és minden embernek a tulajdona, és mi magyarok ebben nagyon jók vagyunk. A világban bármerre jártunk, a magyar tánc nagy sikert aratott. Ez lehet kortárs tánc, klasszikus balett, folklór, tehát nem kifejezetten a magyar néptánc, és ez megerősített minket abban, művészeket, akik ezzel dolgoztunk, hogy amit csinálunk, jó. Az embereknek adunk valamit, szépet, jót, harmóniát, amellyel gazdagabb, színesebb az életük. Én erre tettem fel az életemet, és nagyon boldog vagyok, hogy ezen az úton járhattam. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.